Szeretettel köszöntünk mindenkit Katica csoportosok évzáróval egybekötött ballagási ünnepségén. Nagyon izgatottan készültünk erre a napra, remélem annyira fog nektek tetszeni, amennyi szeretettel mi összeválogattuk a gyerekekkel közösen a kedvenc dalaikat, hogy fogadjátok őket nagy-nagy szeretettel. Thank you.
biztos, mint megfejtenél. Rémes ez a sok kérdés, nem kapok választ, egyre sem én. Várom, hogy felnőjek végre, akkor már biztos, mint megfejtenél. Három,
a tűr, mint fekete kóba. Majd igen, gyere velem táncolni,
biztosan nem fogod megbánni, mert élem úgy jó járni. Járjuk a táncot, mi dobbantjuk, szeretnék átadni a gyerekeknek a jó megérdemelt ballagási tarisznyát. Mindenféle szépen és jó van, amit ha majd elővesznek a jövőben, akkor emlékezni fognak egymásra, meg a dohodára is, reméljük, hogy ránk is. Csodás mesélj rád.
súgják otthon vagyok. Szívemből szeretném ma megköszönni mindazt, mit értem tett az óvó. Azt mondta, jó gyerek vagyok. Mese világ, most mennem kell, de nem felelgem, amit tőled kaptam. Mese világ, az emléket a szívem még örökre meg. Most az óvodánk hagyományaihoz híven a gyerekek át fognak bújni egy díszosan felékesített hatoson, és ezzel is elképezve azt, hogy bizony ők már kinőtték az óvodát, és itt az ideje, hogy iskolába menjenek. Nice.
vagyunk, lesz alkalmatok sok fotót csinálni, egy kis életképe összeállunk még így a gyerekek. Van egy Születnek a legények. Mielőtt még a nagy beszélgetés, még lesz egy kis időnk közösen beszélgetni. Az elmúlt hónapok azok igencsak eseményekben teliek voltak. Rengeteg minden történt velünk ez alatt az idő alatt. És nagyon szeretnénk Nertivel megköszönni nektek, hogy ezt türelemmel, rugalmassággal, viseltétek, és a problémák ellenére is, amik adottak, tényleg végig azt éreztük, hogy támogattok bennünket abban, hogy ezt a csoport szétválás, új óvoda, ez a vírushelyzet azért megnehezítette a mindennapokat, de tényleg szeretnénk nagyon megköszönni, hogy ebben mindig végig partnerek voltatok, és minden problémában közösen tudtunk megoldást találni. Úgyhogy szeretnénk így is, még így együtt vagyunk és látunk benneteket, nagyon sok sikert kívánni a gyerekeknek a következő időszakban, és nektek is nagyon sok sikert kívánni, mert azt gondolom, hogy amilyen büszkék vagyunk mi most, ti is olyan büszkék lesztek, vagy vagytok már most, és lesztek is majd a következőkben. Úgyhogy nagyon, nagyon szép pillanatokkal teli éveket kívánunk nektek az elkövetkezendőkben, és még egyszer köszönjük szépen, hogy itt voltatok mellettünk ebben a nem könnyű időszakban. További szép napot és egy kis közös beszélgetésre maradjatok még itt, ameddig lehet. Köszönjük szépen! Én még szeretnék így a csoport nevében nagyon-nagyon nagy köszönetet mondani nektek ezért az évért, Erikának a 3 évért, Éva néninek a 2-ért és Neti nének ezért az utolsóért. Nagyon-nagyon sokat fejlődtek ebben a 3 évben, nagyon-nagyon sokat tanultak tőletek, nagyon-nagyon sok szeretetet kaptak tőletek. És mi most ezekkel a tárgyakkal csak megpróbáljuk valahogy kifejezni, hogy mi is mennyire hálásak vagyunk nektek. Jól, rosszul, de valamennyire. És tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük mindent. Először Erika néninek, azért a 3 évért, amit velünk volt tűzön vízen át, azért az első nagyon nehéz évért, a második
szintén nehéz, és most ez az utolsó. Köszönjük szépen! Most, ha nem haragudtak, akkor most a másodjára Marika néninek adnám még egy ajándékot. Illetve már úgy látom, megkapta. Neked is nagyon szépen köszönjük az első évben azt a nagyon-nagyon sok segítséget. Tudjuk, hogy te mindig a kicsiknél szoktál segíteni, és most is ott vagy, de hogy mindig ott vagy velük, és köszönjük szépen. Csak szeretnénk megköszönni Nóri néninek is a tavalyi évet. Itt van Nóri néni. Itt van. Igen. Köszönjük szépen. És köszönjük Éva néninek is azt a sok, azt a rengeteg sok fertőtlenítést az elmúlt egy évben kellett végeznie, és minden olyan háttérmunkát, ami a csoport életével járt. Köszönjük Netti néninek is azt, hogy így tényleg nagyon, nagyon sok munkátok van ebben az utolsó évben, hogy így felkészültek az iskolára, és reméljük, hogy te is jól érezted magad itt velünk. Arra szeretnélek kérni titeket, hogy ott az asztalon egy dobozban lesznek majd az emlékkönyvek, hogy mindenki vegyen el egyet belőle, jó? Minden gyermek. Köszönöm.